Nincs félelem, nincs szolgás. De a bűn következménye az,
rávágik az édesanyja, hogy lássa a gyermekét, fél a szülő is, fájdalomtól, fél attól, hogy mi lesz egészséges, fél, mert tele vagyunk félelemmel, szorongással. De fél a gyermek a sötétben, fél az ember a munkahelyen az elvesztését. Fél attól, hogy olyan bíznak rá, ami nehéz neki. Félünk attól nap, mint nap, és ti különösen tudjátok ezt, hogy az élet és a halál meséjé szolgálva, életet védve és életadókat tetve, szeretve és szolgálva, mennyi szorongás, mennyi félelem, én teszem a dolgomat, de lesz veletem most látás. Életben marad-e, aki körül fáradozunk? Célba érünk ki a mentővel. Tudom-e védeni, mint védődő az, aki rám van bízva? És aztán ott van a háztájunk, saját gyermeke, az ő egészségük, életük, a költözés, lábtöréssel, mennyi minden, szorongás, félelem. És itt hangzik az ige, csodálatos. Itt a legvallás után,
Isten is a következett előtt elegyített is ámdeljótokat, egyetett a forradalmat, hogy gyermekeiket reformálják, hogy a törzségében képen lennétek. Elegyetek a következő kérdésekkel. Akarjátok-e? A gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény Szentegyházba befogadhassák. Isten áldja meg szent elhatározásokat. Ígéritek-e, fogadjátok meg a gyermekeiteket, úgy neveltetek és felöltetitek, hogy magát felnőttek. A konfirmációkkal már oly való önkép, testek, vallás, szent háromság Isten vezet időről, László, keresztelleként téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Dániel, keresztelleként téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Minden kegyelemnek Istene és Atya, áldja és szentelje meg a gyermekeket, hogy felnövekedhessenek szüleiknek örömére, hogy lehessenek egyházunknak, hazájuknak hasznos tagjai, és majd Isten eljövendő országának boldog örökösnek. Amen. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Oh.
Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük nemzeti imánkat. Eljöttek a te hívó szavadra, mert vágyakoztak a te szívedre.
színed elé. Urunk, szeretnénk most elmondani a tanítványok között is a Péter szavaival együtt. Urunk, jó nékünk itt lenni, építsünk itt három hajlékot. Tudjuk, hogy mi gyengébb, erőtelenebb vagyunk arra, hogy mi teréket hajlékot építsünk. Azért szeretnénk alávetni magunkat a te akaratodnak, hogy te védj szállást mindnyájunk szívében. Te építgess mindnyájunk életében azt a mennyei hajlékot, amely téged fogad be, amely téged dicsőít, amely téged szolgál örömmel. Urunk, köszönjük néked, hogy itt lehetünk, és együtt érző szeretettel imádkozunk azokért, akik most nem lehetnek itt közöttünk, akiket betegséggel, erőtelenséggel, vagy bármi más próbatétellel látogattál. Könyörgünk hozzánk, hogy emlékeztes a betegségben szenvedőket is arra, hogy a te szeretetedet nem lehet e szemfalak közé bezárni, mert a te szereteted a beteg ágynál is éppen úgy jelen van, mint a nyomorúságban lévők mellett, mint azok mellett, Urunk, akik fájdalmas könnyeiket hullatják, mint azok mellett, akik némán sóhajtanak te hozzád a szabadulás, a gyógyulás öröméjét. Imádkozunk azokért is, Urunk, akik semmibe veszik még a te hívó szabadat, akik még sodortatnak a világ áradatában, hova tovább egyre távolabb tőled. Urunk, ne hagyj őket sem elveszni az ő ostobaságuk vagy szívük gőgje miatt, hanem állítsd meg őket, kérünk, addig, amíg tart még kegyelem ideje számunkra. És térítsd vissza te hozzád, hiszen te nem gyönyörködsz a bűnösnek halálában, hanem azt akarod, hogy a bűnös megtérjen az ő útjáról és írjen. Köszönjük neked, Urunk, hogy élő hittel zenghetjük az ének szavát, hogy itt van Isten köztünk, és ezért borulunk le előtted hódolattal, hogy imádjuk szent nevedet, és arra kérjük, hogy áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket. Lelkeddel nyitogassad, Urunk, füleinket igéd meghallására, lelkeddel tedd készé szívünket akaratod teljesítésére. Semmi ne legyen fontosabb, mint az, hogy bennünk és általunk dicsőítessék a te szent neved. Kérünk, áld meg az igét, amivel most keresed a mi szívünket, Urunk, hogy ne szóljon igét hiába. Legyen áldott az a szántóföld, amelybe igétnek maga, Urunk, hogy teremje meg az a hálálatosságnak bőséges gyümölcsét nagy neved dicsőségére és mindnyájunk lelki épülésére. Legyen áldott a te igéd, mint hirdetésében, mint hallgatásában egyaránt. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk az Úrnak a Thank you.
Lukács írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetéből idézem a 43. verset, ahol ott szól az ige. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Szeretett atyám, fiai, ünneplő kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amióta az első emberpár az Édennek kertében megszegte Isten parancsát, fellázadt, elleveszegült az Isten akaratának, és kinyújtotta kezét a tiltott gyümölcs felé, tulajdonképpen elvesztette azt az igazi földi boldogságot, elvesztette a boldogságnak azt a kellemes ízét, amelyet Isten az embernek jutalmul állásul adott. Az Istennel való közvetlen közösség volt számunkra az, ami minden értéket felülmúlt, ami igazán teljesítette földi életüket, és akkor, amikor engednek a sátán kísértésének, ezt a legdrágább kincset veszítették el, és azt hiszem nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy több ezer esztendő óta is keresi az ember az elvesztett boldogságot, keresné, szeretné visszanyerni, és hiába minden igyekezete, hiába minden próbálkozása, a boldogság valahogy csak egy álomnak tűnik, egy elérhetetlen ábránnak, amelyre sokszor az ember csak könnyes szemmel gondol. Minden embernek másképp alakul ki a boldogság fogalmáról. Vannak emberek, különösen napjainkban, 21. században, akik úgy gondolják, hogy az igazi boldogság az, ha van elég pénze az embernek. Mert sajnos olyan korban élünk, amikor pénzért ember életeket is lehet vásárolni, vagy éppen kioltani. Tehát úgy gondolják, hogy ha van elég pénz, akkor boldog az ember. Kérdezzük meg azokat az embereket, akikről azt féljük, hogy elég pénzük van, hogy vajon boldogok. Vajon nem még ott van az állandó rettegés a szívükben azért, hogy vagy mikor törnek rájuk a pénzükét, vagy esetleg mikor lepleződik az, hogy lopással, csalással vagy hamis úton jutottak a pénzükhöz. Mert hogy tisztességes, akkor sok pénzre feltenni nem lehetett biztos. Kérdezzük meg, mert úgy gondoljuk, hogy azok a boldog emberek, akik fényes palotákban, jó berendezett környezetek környezetben élik életüket. Ha megkérdezünk a fényes palotákat, akkor a leggyakrabban azt mondják, hogy inkább lennének hajléktalanok, vagy laknának csak egy sátorban, vagy egy utóban, csak békesség, szeretet lenne a hajlékban. Mert mit ér a fényes palota, hogyha gyilkosai vagyunk egymásnak, ha pokollá tesszük egymást életét, vagy mit ér a fényes palota akkor, amikor beteg ágyból, nyomorúságból kell sóhajtozni, azért, hogy az Úr könyörüljön meg is, vagy szabadítson meg a nyomorúságból, vagy vegye el az életet. Valaki azt gondolja, hogy igazán boldog ember az, aki az egész világot bejárja, szebbnél szebb tájakon tölti az idejét, mert legalább van lehetősége gyönyörködni idegen tájak szépségeiben. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 16. fejezetében, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, az ő lelkében pedig látva. Ahogy mit adhat az ember váltságul az ő lelkében? Szemnek nagyon csodálatos látványok tárulnak elé, különösen idegen helyeken, és ott, ahol esetleg az ember gyönyörködik egy-egy természetnek, vagy éppen egy-egy városnak, vagy bárminek a szépségének,
sötétségében, ott elfelejtenek valahogy a lelke pedig elsőtől. És mindjárt feltesz az ember a kérdés magával, akkor nincs is boldogság ezen a földön. És a legnagyobb megdöbbenésünkre igényképpen boldogságról, sőt, boldog emberekről beszél. Nem olyan boldog emberekről, akik előtt vörös szörnyeket terítenek le, nem olyan boldog emberekről, akiket testőrök kísérnek, nem olyan boldog emberekről, akiknek a neveik esetleg aranybetűkkel vannak felírva a világ legelőkelőbb emberei között, hanem éppen szolgálatról beszél. Kedves testvérek, mintha a felolvasott igény ellent akar mondani önmagának. Szolga, tudjuk valamennyien, hogy mit jelent. Az a szolga, hogy az az ember, aki mások akaratának, mások szeszélyének, vagy mások hatalmának van alárendelve. Különösen a régebbi időkben tudjuk a történelmből, hogy a rabszolgatartás az egy olyan bevett, egy olyan közismert állapot volt, amely ellen különösen a rabszolga nem tiltakozhatott. Neki tudomásul kellett venni azt, hogy ő ki van szolgáltatva az ő gazdájának, azt tehet fel a gazdája, amit akar, mert semmilyen törvény nem védi. És azóta is talán évszázadról évszázadra, nemzedékről nemzedékre fennáll az, hogyha valakit felkérnek, vagy felszólítanak valamilyen tettnek a megtételére, akkor a legelső azzal tiltakozik, hogy nem vagyok a cseléded, vagy nem vagyok a szolgál. Mert a szolgaság valakinek, vagyis a legtöbb ember mindig egy ilyen alárendeltséget jelent, egy ilyen kisebbségi hely. Emberekkel szemben valóban kisebbségi érzésünk lehet. De itt Jézus Krisztus tanítása szerint az a szolga, akiről ő beszél, az keresi az ő urának, keresi az ő gazdájának a jó tetszését, a hangulatát, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy kedvességet találjon az ő gazdája, az ő ura szemeire. Nem kényszerből teszi, nem muszájból teszi, nem azért, mert fél a következményektől, sem nem azért, mert esetleg ettől teszi függővé az ő jutalmát, hanem ő akkor boldog, hogyha testestől, lelkestől szolgálhatja az ő urát. És kedves testvérek, kik azok a szolgák? Nem évezredekkel ezelőtt rabságban, láncokkal megkötözött, vagy agyonvert, véresre vert cselédekről van szó, hanem azokról, akiknek közös az Uruk, azok a szolgák, akik az ő alkotójukat, az ő teremtőjüket, az ő Istenüket szolgálják. Kedves testvérek, hadd tegyek fel egy kérdést most mindenkinek. Álljon fel nyugodt lelkiismerettel az, aki tiltakozik az ellen a szó ellen, hogy ő Isten szolgálja lenne. Nyugodtan tessék kijelentni, hogy én tiltakozom ellen, én nem vagyok Isten szolgálja. Ugye, hogy a lelkünk mélyén valamennyien azt érezzük, hogy azért vagyunk boldogok, mert mi szolgálhatunk, ami Urunknak. Persze vannak, akik azt mondják, én is szeretnék szolgálni, csak éppen nem tudom, hogy mivel tudnék az ő kedvébe járni, mivel tudnám igazán dicsőíteni magasztalni Szent nevét. Kedves testvérek, nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy Isten egyetlen felesleges embert sem teremtett erre a világra. Minden emberrel megvan a maga saját célja, és minden embernek megadta azt a kiváltságot, azt a talentumot, azt a képességet, amivel legtökéletesebben szolgálhatja
dicsőítheti az ő urát. Legyen hála Istennek azért, hogy a nagyvilágban Isten valahol rámutatott a világ térképére, és 21 évvel ezelőtt oda tette a pontot vésztőre, és azt mondta, hogy itt, ezen a helyen gyűjtöm össze az én szolgáimat, itt, ezen a helyen készítek alkalmat, lehetőséget arra, hogy az én népem engem szolgáljon. Nem azt jelenti, hogy esetleg Budapesten, vagy Magyarország bármelyik más részén, vagy éppen Kárpátalján, vagy Erdélyben, vagy Amerikában, vagy bárhol ne lehetne szolgálni Isten. Mindenütt alkalmat, lehetőséget készített rá. De itt most, a rám következő napokban megkülönböztetett figyelemmel kíséri, és megkülönböztetett áldással halmozza el Isten azt a szolgálatot, amely mai napban elkezdődik itt vésztőn, a 21. népművészeti táborban. Kedves testvérem, akár tanítóként, akár tanulóként, évedény annak az elhívásnak, annak a megzártak fontosságát, amivel most Isten a te lépteidet is kíséri. Amivel most Isten ez a megkülönböztetett figyelemmel várja tőled azt, hogy mennyire leszel foglalatos abban a megmutatásban, amelyre ő elhívott, amelyre most elvár az elkövetkezendő napokban. Azt olvasok a történetből, a Jézus példázatából, hogy boldogok azok a szolgák, vagy boldog az a szolga, akik mikor hazatér az ő ura, ilyen elfoglaltságban talál. Aki nem az arra használja az ő urának a távol létét, hogy addig elrejtőzik, addig lassan, addig esetleg menekül a megbizatást, terhes súlyjaló, hanem örömmel teszi azért, hogy amikor majd eljön az ő ura, akkor, mint az a sápár, aki az 5 talentumot adta, úgy állhasson elő, Uram, 5 talentumot adtál nékem, és én még többet szereztem hozzá. Kedves testvérek, lehet, hogy nagyon sokaknak természetes az, hogy 21. alkalommal rendeződik meg a népművészeti tábor, de azok, akik Istentől kapott megbizatásuknak, Istentől kapott feladatoknak tekintik azt, amivel szolgálhatják az ő urukat. Azok ma is éppen olyan izgalommal, ma is éppen olyan lelkesedéssel, és ma is éppen úgy imádságos szívvel indulnak, és úgy kérik el, Uram, te tedd áldottá az én szolgálatomat, hogy ne legyen az hiába való, hanem hogy ebben a te jó tetszésedet, jó kedvedet talál, Uram, hogy dicsőítessék a te szent neved azáltal, amit éppen rám bíztál, és azok által, akiket éppen rám bíztál. Kedves testvérek, akár úgy is, hogy rég látott arcok, akik újra együtt találkozunk, köszönjük egymást, és sok szerencsét, sok boldogságot kívánunk egymásnak, de azok is, akik talán most látjuk egymást először, úgy indulunk ennek a táborozásnak, hogy boldogságot kívánunk. Hogy boldog legyen minden perc, minden óra, amit együtt töltünk. De ne abban legyen boldog, hogy valaki azt mondja, hogy jó befektetés volt, mert bőségesen megtérült, amit belefektettem, hanem abban legyünk igazán boldogok együtt, Isten szín előtt, hogy azt, amivel az Úr megbízott bennünket, azt örömmel tesszük az ő nagy neve dicsőségére, országa épülésére és mindnyájunk örömére. A kérdés az, testvérek, keressük ezt a boldogságot.
akarunk igazán boldogok lenni? Ha igen, merjünk hinni, merjünk abban bízni, hogy Isten megáldja minden igyekezetünket, úgy, ahogy erre Pál apostol tanít is a korintusi levélben, az én szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ámen. Csendesen kérlek. Gondviselő jó Istenünk, szerető édes atyánk, megköszönjük hálás szívvel, hogy te elvesztett boldogságunkat, jónak láttad visszaadni szent fiadban az Úr Jézus Krisztusban. És igazán azok boldogok, akik hallják minden napon a megváltónak, a szabadítónak, az Úr Jézus Krisztusnak szavát. Köszönjük néked, Jézus, hogy te nem csak ott is akkor szólottál a sokasághoz, hanem ma is azért szólsz hozzá, hogy meglátasd, hogy milyen közel áll hozzánk a boldogság, hogy rajtunk múlik igazán, hogy tényleg boldogok leszünk én, akkor, amikor a te utaidban járunk, vagy talán te helyet tekintjük a ránk bizott feladatot. Urunk, légy áldott, hogy mindeddig örömünket találtunk benne, és hiszük, hogy ez a most elérkezett táborhét is ezt az örömet sokasítja meg az életünkben. Ebben tesz mindnyájunkat boldogokká, örvendezőkké. Ezért kérünk, atyánk, hogy ne csak a mai napon, de az egész héten is, és ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig, te maradj velünk, te áld meg bennünket, te szenteld meg minden igyekezetünket, te adj Urunk szorgalmat, türelmet és szeretetet, alázatosságot a ránk bizottaknak tanításában, a kijelölt feladatok elvégzésében. Így könyörgünk hozzá, hogy légy őriző pásztor a tábornak. Légy őriző pásztor ennek a gyülekezetnek, ennek minden rendű és rangú tagjának, vezetőinek és vezetetteinek, pásztorainak és anyáinak is egyaránt. Könyörgünk hozzád, hogy gyógyítsd meg a betegeket. Te vigasztald meg a megkeseredett szíveket. Te töröld a síróknak könnyeit, Urunk. Te légy azokkal a gyászolókkal, akik fájó sebeket viselnek, elköltözött szeretteik miatt, akik fájó szívvel búcsúztak, de azokkal is, akikre ezután várni a szomorú búcsúzás pillanata, hogy a fájó elválást váltsa fel, Urunk, a boldog viszontlátásnak édes reménysége, és mindenek felett a te igény legyen az, amely megvigasztal, amely erősít, bátorít mindenkor. Így kérünk, hogy áld meg napunk további részét, és áld meg egész életünket, szent fiadnak, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztusnak édenéjét. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsássuk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a gyülekezetnek délutáni alkalmainkat, délután 15 órakor Körös Krisztusban tartunk Isten tiszteletet.
Hirdetjük továbbá, hogy este 7 órakor a művelődési házban a tábor nyitjuk beállásban. A tábor részletes programját és gyülekezeti életünk heti eseményei pedig majd a hirdetjük táblára a testvérek. Szomorú szívvel tudtuk, hogy az elmúlt héten temetésünk volt. Keresztesi Zoltánné született Anett Katalin 60 éves asszony testvérünk temetésén volt. Temetésre készülünk, Andor Albert szeretett otthon volt lakója életének 83. évében elmúlt. Temetésének intézésre folyamatban. Vigasztalást kérünk a gyászoló családnak minden egyes tagjára helyezés. Tájékoztatjuk tovább a gyülekezetünk tagjait, hogy az elmúlt héten Pesten nézünk 12.900 forintot, fenntartói járulunk 10.000 forint, és adományunk 506.895 forint. Köszönjük mindezeket az adományokat, egyházmondatú járványokat, testkevényeket, és biztosunk továbbá mindenkit a közös elfordulásra. Isten legyen a gyülekezetünk, őrizzük Lászlóra. Most pedig szeretettel kérem Budai Ilonát, hogy a 21. távolító Isten tiszteleten szolgálja. Thank you.
már így fényes kor. Szalasszegi zöldedőt ez a lefa, senki se tudja, hogy éveren hal. Reménységgel, rendületlen hittel, éneket.